Negyedik évadába lépve idén júliusban hetente más-más témában szerezhetnek jártosságot az Idősek Klubja Senior Seanszon résztvevő nyugdíjasok. Az érdeklődőket előadások, szűrések, vizsgálatok várják a gondozási központban. A július 17-én szerdán Mihály Kinga dietetikus tartott előadást, amelyben az idősek nyári táplálkozásáról, immunerősítéséről és folyadékfogyasztásáról is szó esett. Ma megint ugye egy kicsit az idősek táplálkozásáról lesz szó, mivel elmúltunk már 18 évesek, tehát nem beszélhetek a gyerekek táplálkozásáról, ugye? Ezért ma ismételten szeretném elmondani, hogy a 60 év fölöttiek táplálkozási ajánlásába mi az, ami nagyon fontos. És azt a kérést kaptam az intézmény felől, hogy tekintettel arra, hogy itt a nagyon nagy meleg, a nyár, hogy elsősorban a folyadékokról, a zöldségek, gyümölcsökről beszéljek, de a játék folyamán fogok majd akkor bővebben kitérni egy kicsit, mert ugye mi témákra bontottuk, tehát az egészséges táplálkozás, az nem állhat csak a folyadékokból, meg a zöldségekből, gyümölcsökből, hanem ugye azért eszünk mást is, hús, tojást, gabonaféléket, kenyeret, rizst, köretet, stb. Tehát rengeteg mindent eszünk, és ahhoz, hogy egészségesek maradjunk, ahhoz ugye mindenből kell lenni. Tehát a vegyes táplálkozás az, ami a számunkra a lehető legjobb. Ugye a főzési dolgokról is lehet beszélni egy pár gondolatot, tehát amikor adott esetben olyan lesz a helyzet, akkor egy-két tippet is tudok mondani, hogy például a gyümölcsökből most lehet hideg gyümölcslevest is csinálni, vagy hideg zöldséglevest is csinálni. Az előadás célja, hogy az idősebb korosztály számára hasznos és praktikus tanácsokat nyújtson a forró nyári hónapokban. Mihály Kinga hangsúlyozta, hogy ebben az időszakban az idősek táplálkozásának különösen fontos szerepe van az egészség megőrzésében. Az idősebbeknek könnyű, de tápláló ételeket ajánlott fogyasztaniuk, amelyek gazdagok vitaminokban és ásványi anyagokban. Intézetünk elkészítette a 60 év fölöttieknek szóló táplálkozási ajánlást, és ennek bemutatására kerül sor. Ebben az intézményben én már többször voltam itt, és mindig különböző témákat boncolgatunk ebben a témakörben. Most a nyári folyadékfogyasztásról, a zöldségek, gyümölcsök fontosságáról szeretnénk beszélni, és ezt egy játékos formában fogjuk megoldani, mégpedig oly módon, hogy a legyen ön is egészséges kvízjátékkal fogjuk az időseket erre oktatni, és hát természetesen közben beszélgetünk, tehát egy ilyen interaktív formában szeretnénk ezt most megoldani. Mihály Kinga tagja a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének, és aktív szerepet vállal a népegészségügyi és lakossági programok szervezésében és lebonyolításában. A Magyar Televízió állandó vendégszakértője, lakossági edukációs és szűrőprogramok előadója, tanácsadója. Itt ebben a kis csoportban, ahova járok, ők már nagyon rutinosak, gyakorlottak, hiszen több alkalommal voltam itt, és ők már tudnak bizonyos kérdésekre válaszokat, és mivel ők idősek, nekik az emlékeztetés és az ismétlés egy nagyon fontos kérdés. Nagy általánosságban meg elmondhatom azt, hogy ebben a nagy melegben most már nagyon sokan tudják azt, hogy folyadékot kell fogyasztani, de mégis nagyon sokan nem teszik meg ezt, hiszen úgy gondolják, hogy többet fognak izzadni, vagy többet kell elmenni a mosdóba, ami kellemetlen számukra. És ezzel bizony nagyon sok betegséget tudnak oly módon generálni, hogy esetleg a vérnyomás problémák, szédülés, rosszulét hátterében lehet egy egyszerű folyadékhiány ebben a nagy hőségben, ebben a kánikulában. És ami még nagyon fontos, hogyha elmennek vásárolni, az élelmiszereknek a szállítása, tárolása, amíg a bolttól hazajut, milyen módon történik, hiszen egy tejtermék még például, vagy egy húsféle, egy felvágott, nagyon gyorsan és nagyon hamar meg tud romlani ebbe a nagy hőségbe, és ilyenkor javasoljuk például a hűtőtáskáknak a használatát. Mihály Kinga kiemelte a folyadékbevitel fontosságát is, elsősorban a vizet, de cukormentes italok és gyógyteák is hasznosak. Figyelmeztetett arra, hogy az alkohol és a koffein tartalmú italok kerülendők, mivel ezek vízhajtó hatásúak és hozzájárulhatnak a dehidratációhoz. Az intézményvezető beszámolt híradónknak arról is, hogy milyen jellegű előadásokat tartanak az idősek számára. Ez gyakorlatilag ez a diétás előadás, a mai dietetikai előadás, ez egy szelete ennek az egész hónapnak. A
hónap során orvosok nevezetesen 23-án 12 órától 15 óráig a fülorgégészetről Gál doktornőjel jön el hozzánk szűrővizsgálatra. Múlt héten volt szemészeti szűrővizsgálat Petrovics doktornővel, ezen kívül gyógytorna foglalkozásokat tartanak szakemberek itt nálunk, ezen kívül pedig ilyen demencia szűrő teszteket töltünk ki, memóriafejlesztő teszteket készítenek az érdeklődőkkel és az idősekkel együtt. Tehát ez egy komplexen történő, és minden évben egy kicsit átgondoljuk. Van benne hagyományosnak mondható is, és van benne olyan rész is, amit mindig egy kicsit újítunk. Fontos, mert ugye a nyári időszakban azért itt a kánikulai hetekben, hónapokban fontos a folyadékfogyasztás, és azon kívül, hogy milyen italt eszünk, iszunk. Vannak tévhitek bőven, ami szerintem még a fiatalabb korosztályt is meglepi, és Kádi Kinga az, aki ezeket helyre teszi, és elmondja, hogy mi a tudomány jelenlegi álláspontja ezekben a témákban. Ecskésné Sípos Andrea beszélt Híradónak arról is, hogy mit jelent a vörös kód, és milyen teendői vannak az intézményeknek az idősek érdekében. Folytatódott a kánikula miatti vörös riasztáskód. Ez a vörös kód tulajdonképpen arra szóló, hogy ez Magyarországon az összes szociális intézménybe be kell fogadni azokat, aki nem ellátott, nem gondozott, hanem beszeretne menni hűsölni, akkor őket be kell fogadnunk. Nyilván más ellátást nem kapnak, de természetesen hűtött vizet, hüdeghelységet azt tudunk biztosítani, és ugyanez a helyzet a hajléktalan szállónkkal. Ennél a Szabadkai úton van egy éjjeli menedékhely és egy nappali melegedő. Folyamatosan 0-24-ben nyitva vagyunk hétvégén is, és ott is, hogyha teltházunk is van, ha valaki kitiltott, vagy bárhonnan jövő és szeretne hűsölni, akkor be tud menni a szállóra. Az Idősek Klubja Senior Seance további két eseményt hirdett a júliusi hónap folyamán. Legutóbb július 23-án hallásvizsgálaton vehettek részt, majd pedig július 29-én Kassa Noémi gyógytornász látogat el, hogy senior tornát tartson. Hát ha egy cukorbeteg kíván egy édes valamit, akkor mit tud csinálni? Egy kis édesítőszerrel tudja édesíteni az életét, ugye? Az édesítőszerek közül nem mindegyik kalóriamentes. Igaz vagy nem? Az édesítőszerek közül nem mindegyik kalóriamentes. Nem mindegyik kalóriamentes, mert vannak olyanok, aminek van kalóriatartalma. Tehát ugye arra oda kell figyelni, hogy van, amelyiknek van kalóriatartalma. És ez azért lényeges, mert hogyha valakinek korlátozott mennyiségű kalóriabevitele van, akkor nem érdemes elkerülni az édesítőszert, és helyette valami értékesebb tápanyagot bevinni a szervezetbe. És akkor nézzük meg, itt van vége, úgy látom, mert nem megy tovább, úgyhogy... hát nem, szerintem elfogyott, csak én már... Hát, de 11 óra 4 van, tehát bocsánat, 1 órát ígértünk, úgyhogy megvan az 1 óra. Úgyhogy én azt szeretném mondani, hogy mindenkinek nagyon szépen köszönöm a türelmét, az odafigyelését, az együttműködést, és hogyha úgy alakul, akkor szeretettel jövök máskor is, és akkor nem a folyadék és a gyümölcs lesz a fő téma, hanem akkor az aktuális témának megfelelően majd arról beszélünk egy kicsit többet. Úgyhogy köszönöm, és akkor mindenki fölállhat, mert elgémberednek, ugyebár, és miről beszéltünk? Hogy nem csak eszünk, hanem mozgunk is, ugye? És a kerünk is.